A pontveszteség nélküli listavezető fogadta a pont nélküli sereghajtót, így már a meccs előtt eldőlt a találkozó sorsa. A szegediek az elmúlt héten jutottak be a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, míg a nyíregyháziaktól Szegő Levente, Kastúra Zsolt és Hetei Alexis hiányzott munkahelyi elfoglaltsága miatt. A tiszapartiak győzelme nem is forgott veszélyben, az viszont a fentiek ismeretében bravúrnak számít, hogy a nyíregyháziak elkerülték a 8-0-ás vereséget, egy becsületpontot tudtak szerezni az Európa egyik legjobb járnak számító Szeged otthonában. A feliratkozásnál komoly lehetőséget kapott két ifjúsági játékosunk, és kiemelném mindenképpen az erős Adrián játékát, akinek csupán 4 fán múlott az, hogy egy igencsak nagy bravúr győzelmet, egy bravúr csapatpontot szerezzen, úgyhogy már ezért önmagában megérte leutaznunk Szegedre. Még a másik sorban a Hakker Dezső révén 2 fával megverte azt a Márton Jánost, aki megmentette a Szegednek a BL-be jutását az előtte levő héten, úgyhogy ez is mindenképpen egy nagy kalap volt a Dezsőtől, és hogyha hozzáteszem, hogy a zárósorban nekem is olyan ellenfele jutott, aki akár verhető lett volna, de sajnos sérülés miatt nekem nem sikerült megcsinálnom a csapatpontot. Bár a nyíregyháziak eddig mind a 15 meccsüket elvesztették, még mindig nem reménytelen a helyzetük a bennmaradást illetően. Ehhez viszont hazai pályán mindenképpen le kell győzniük a Győrt Fintáiknak. Jó lenne most már tényleg egy győzelmet hoznunk, akkor mindenképpen a saját kezünkben lenne a sorsunk, azonban ha nem sikerül, akkor azt lehet mondani, hogy már csak matematikai esélyeink maradnak a továbbiakban, de mindenképpen feldobott a társaság, és azt lehet mondani, hogy a kiegészült játékosokkal, akik most távol voltak, kiegészülve igenis képesek lehetünk legyőzni ezt a Győrt. Hozzáteszem, korábbi években már sikerült hazai pályán legyőzni őket, és hogyha megfigyeljük azt, hogy a Győr már olyan tetemes előnnyel vezet az 5. helyen álló csapathoz képest, illetve annyira le van szakadva a 3. helyen állóhoz képest, hogy már oly mindegy, hogy milyen meccset játszik, akkor bízunk benne, hogy nem itt Nyíregyházán akar pályacsúcsot gurítani. Ha hozzáteszük azt, hogy hazai pályán most a Szolnoktól is vereséget szenvedtek nagy meglepetésre, akkor mindenképpen azt lehet mondani, hogy kiki meccsre vagyunk képesek jelen pillanatban. Az ifjúsági csapatok mérkőzése szombaton 13 órakor, a felnőtteké pedig 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Tekecsarnokában.